Az ORC 6M481 EL típus jelzésű AEG szabadon álló kombinált hűtőszekrény 70 cm széles, 71 centi a mélysége és 192 centi a teljes magassága. A készülék antracit ajtót kapott, viszont az oldal burkolata és a teteje az teljes egészében fekete színű a készüléknek. A hűtőszekrény energiaosztályba sorolását tekintve E-kategóriás, ami azt jelenti, hogy 288 kW az éves energiafogyasztása, 344 literes a normál hűtőtér, 137 liter a fagyasztórész és 41 decibel a készülék zajszintje. Sűjesztett fogantyúval van ellátva, tehát a külső ajtó lapja az teljesen sík, a fogantyú az oldalt, az ajtó élén kapott helyet. Ha megnézzük a belsejét, három edzett üvegpolcot helyeztek bele, illetve egy zárópolc a frissen tartó rekesz fiók fölött. Alul egy nagyméretű görgőkön kicsúszó zöldségtároló fiókot látunk. Páratartalom szabályzót is kapott, tehát gyakorlatilag ezt elcsúsztatva, ugye ki tudjuk szellőztetni a fiókba elhelyezett zöldségek, gyümölcsök által kibocsájtott párát. A fölötte lévő fiók úgynevezett extra chill, vagy más néven egy frissen tartó fiók, itt gyakorlatilag hátul a fiók mögött ezen réseken keresztül ugye ide hidegebb levegőt fúj be, tehát a ide elhelyezett zöldség, gyümölcs, tejtermék, legyen ez ugye sajt például, vagy felvágottak, amik papírban vannak csomagolva, sokkal hosszabb ideig frissen tarthatók benne. A készülék belső levegőkeringtetéssel van ellátva, tehát a hátfalon található rések, illetve nyílások segítségével nem csak nagy általánosságban forgatja a hűtőtérben a levegőt a készülék, hanem még polconként is cirkuláltatja azt. A készülék világítása az felül egy LED csík, tehát amivel az ajtóhoz közelebb eső részre került, nagyon jól be tudja világítani a teljes hűtőteret. A készülék ajtajának belső lapján található úgynevezett ajtózsebek, ezekből a alsó az egy nagyobb mélységű, tehát ez képes fogadni a palackozott üdítőket, üvegeket, akár a két-két és fél literes pillepalackot is, fölülre pedig ugye a fixen elhelyezett oldalzsebekre a kisebb élelmiszerek praktikusan elhelyezhetők. A fagyasztó része három fiókkal rendelkezik, ebből az alsó az egy félmélységű fiók, hiszen mögötte helyezkedik el a készüléknek a kompresszora, a középső az már egy normál méretű, illetve a felső az pedig egy lehajtható tárolórész, bal oldalon pedig egy jégkocka készítő kapott helyet, tehát ugye ez gyakorlatilag a lényege az, hogy hagyományos úton ide tesszük a vizet, és amikor már az megfagyott és jégkocka készül belőle, akkor ennek elfordításával ki lehet belőle önteni, és az alatta lévő műanyag rekeszbe fog belepotyogni, amiből nagyon könnyen ki tudjuk azt venni. A fagyasztó rész az no frost technológiával van ellátva, ez azt jelenti, hogy egy belső levegő keringtetés meggátolja, hogy a levegőben lévő pára lecsapódjon, ezáltal nincs dél, illetve jégképződés, tehát gyakorlatilag nincs mit leolvasztani belőle. A normál hűtőtér pedig automata leolvasztás kapott, tehát alapvetően egyik hűtőrésszel sincsen ilyen szempontból semmi dolgunk. A készülék ajtaján kapott helyet az érintőpaneles vezérlés, mivel ugye a hűtőszekrény egy kompresszorral üzemel, de két hűtőkörös, ezért külön-külön be tudjuk állítani mind a hűtő, mind a fagyasztóban az általunk használni kívánt pontos hőmérsékletet, amit digitálisan meg is fog jeleníteni a kijelzőn a készülék. Ezen kívül ajtóriasztás és hőmérsékletriasztás is megtalálható benne, ez hang- és fényjelzéssel történik, illetve gyors hűtési és gyors fagyasztási funkció is belekerült a készülékbe, tehát sok frissen vásárolt élelmiszer behelyezése előtt elő tudjuk hűteni, és a fagyasztó résznél a gyors fagyasztó funkcióval is ugyanezt meg tudjuk tenni. AEG szabadon álló kombinált hűtőszekrény 192 centi magassággal, 70 centi szélességgel, E-energiaosztályba sorolással, no-frostos fagyasztórésszel, ajtóriasztással, hőmérsékletriasztással és belső levelőkeringetéssel.